Na, hát egy évvel ezelőtt még nem gondoltam volna, hogy ebben a témában fogok publikálni, de ez a 2016-os év annyira felpörgött VR témában, hogy gyakorlatilag már bárki hozzáférhet különböző eszközökhöz, technológiákhoz, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy sokan találkoztatok már ezzel, mi több kedvet kaptatok 360 fokos fotózáshoz, videózáshoz. Vágjunk is a közepébe, és első körben beszéljünk kicsit az eszközökről. Amit láttok, az egy 360 fokos kamera. Szóval már lassan egy éve dolgozom ezzel a kis eszközzel, és alapvetően szerintem 360 fokos fotózásra ez a legjobb kamera a piacon. Majd látni fogjátok, hogy milyen szempontok alapján mondom ezt. A videós felhasználás már egy másik téma lesz, de ha hiszitek, ha nem, ez a kis intróm 80%-ban fotókból állt össze. Úgyhogy az, hogy önmagában nem mozgóképet rögzít az ember, nem zárja ki, hogy videót csinálhasson vele. Na de hogy is néz ki egy ilyen fényképezőgép? Van a piacon több ehhez hasonló kétlencsés megoldás, és vannak olyanok, amik több optikával variálnak. Ami fontos, hogy minél több az objektív, annál több képből áll össze a végén a virtuális valóságunk, így annál több illesztés szükséges, és annál több illesztési hiba is keletkezhet. Gyakorlatilag a Ricoh Theta S egy rész az optikájának és különleges kialakításának, másrész az illesztő szoftverének köszönhetően tökéletes gömbpanorámát ad maga körül, szinte illesztési hibák nélkül, ami egyedülálló dolog a mai eszközök között. Egyetlen egy helyen látunk apró illesztést, tulajdonképpen saját maga alatt, ott, ahol a kameratest fizikailag kitakarja az alatta lévő felületet. Ez különösen akkor jelentkezik, ha állvány nélkül közvetlenül tesszük le egy felületre. Hogyha közvetlenül a felületre helyezzük a gépet, állvány vagy bármilyen tartóeszköz nélkül, akkor alul egy 15-20 centis távolságon belül láthatunk minimális illesztési hibákat is. Ez könnyen kikerülhető, ha ügyesen rakjuk le a kamerát. Később egy hasonló asztalnál már ezt megoldottam, és a kamera elhelyezésekor megkeresve az ideális szöget, ez a torzítás teljesen eltűnt. Csak ez a kis vonal maradt, hogy a kamera teste kimaszkolódik a felvételről. Szintén jó megoldás lehet, hogyha állványra vagy monopodra tesszük az egész rendszert, így távolabb kerül a talajtól, és ez a hatás teljesen megszűnik. Később csak az állványnak a lábait kell kiretusálnunk. Na de egy kicsit térjünk vissza magához az eszközhöz. A későbbiekben majd úgy is fogok különböző fotózási tippeket is adni. Láthatjátok, hogy semmilyen kijelzője nincsen. Csak pár gomb található a felületén, ezekkel lehet bekapcsolni, felvételi módot állítani, a Wi-Fi-t bekapcsolni, amiről később majd még beszélek, illetve manuálisan kézből exponálni. Alapvetően az az igazi, ha telefonról vezérelve használja az ember, állványra vagy selfie-botra rögzítve, ugyanis ha kézből használjuk, gyakorlatilag mi magunk takarjuk ki a 360 fokos tér egy jó részét. Elkerülhetetlen, hogy a képben legyünk, és ami a legcsúnyább, hogy a kezünk is mindig a képben lesz. Ha nem tudjuk állványra tenni, akkor jobb, ha a fejünk fölé tartjuk ki, és akkor így már jól körbe tudunk nézni a felvételeken. Talán még az se zavaró, ha mi magunk benne vagyunk, persze ez nem professzionális célra, hanem például sima turista fotózáshoz ideális megoldás. De egy kis Photoshop tudással azért elég könnyen ki tudjuk szerkeszteni magunkat az ilyen képekből. A gép alján egyébként még találunk egy menetes foglalatot, ami minden szabványos kameraállvánnyal és selfie-bottal kompatibilis, így bármire rögzíthetjük. Emellett van két csatlakozónk, egy USB és egy HDMI port. SD kártyaszlotot nem véletlenül nem láttok, ugyanis a kamera belső memóriával rendelkezik. Ennek 8 GB a mérete, ami több mint 1500 felvétel elkészítéséhez elegendő. Tapasztalataim szerint ennyi kép elkészítése szinte lehetetlen akkumulátortöltés nélkül, így gyakorlatilag, ha sokat fotózunk, legrosszabb esetben a töltések alkalmával majd átmásoljuk a felvételeket. Ilyenkor egyébként is a számítógéphez csatlakoztatjuk az eszközt, úgyhogy ez nem jelent plusz munkát. Szóval ennyi bemelegítésnek, a következő epizódban részletesen bemutatom ennek a kamerának a működését, illetve a 360-as fotózás érdekességeit, videófelvételt, kép- és filmutó munka folyamatokat, YouTube feltöltést, stb. Addig is iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le semmiről, kövessetek Instagramon, ahol egy kis ikletet is kaphattok a különböző kompozíciókhoz és 360-as fotókhoz, és legközelebb innen folytatjuk. Sziasztok!